eljut mind a két csapat a kapuhoz, eljut a befejezéshez, viszont nem születik meg még mindig az az egy gól se ebbe az irányba, se a másik irányba, majd meglátjuk természetesen, hogy mi lesz még, és ha az őszi mérkőzésből indulunk ki, akkor ugye 7-7 lett az eredmény, és azonban megszületik az első szentesi gól, mégpedig Kókaitól. Ha jól emlékszem, akkor ősszel is a Szentes kezdett otthon, és mégpedig Takács volt akkor a gólszerző. Aztán érkeztek az egriek, most szinte sort cserél a Szentes közben. Meglátjuk majd, hogy hogyan fog alakulni. Ősszel az első negyed az 1-2 lett ugye az egriek. És még akár fiatalabb játékosok közül rengeteg plusz munkát végeznek a konditeremben, tudják azt, hogy oda kell tenni plusz magukat, tehát reméljük, hogy akár Piros Péter a mai nap során Botinak is lehetőséget ad, és akár termentesíteti Fogel Simont, amikor mondjuk pihenne ő is, illetve Murisics is. Reméljük, hogy így lesz. Egy perc van még hátra ebből a negyedből, és 9 másodperces támadó ideje van az Egernek. Török, nem tudom, hogy megpróbálja-e, Rádli, és ott van az egyenlítő gól. Elég sokat kellett erre is várni. Érdekes így nagyon. Nagyon ritka az a mérkőzés azért, amikor így egy-egy gól. Bár láttunk már olyan mérkőzés, amikor a negyedben egyáltalán nem sikerült találatot szerezni. Most itt nem ez a helyzet. Viszont még csak egy-egy. Tehát biztos, hogy nagyon szoros lesz. Még 3/4. Hú, izgalmas lesz. Lőrinc az a török úszott közben a labdával, és ismételten lemaradt Vörös Viktor. Valakinek vissza kell úsznia hozzá, és ugye addig nem támad az Eger ilyenkor, ez így szokott lenni. Mentünk be centerbe, és mehetünk is pihenni, és Kovács az, aki kihasználja ezt a helyzetet. Hegedűs az, akit közben kiküldtek, és Kovács szerzi meg az egrieknek a második gólját. Hő 2,5 perc van még hátra ebből a negyedből, 2-1-re vezet az Eger. Ez most itt tényleg izgalmas, így ezekkel a... Jó centerezés, Lőrinc Bálint bemutat egy szép vízibalett gyakorlatot. Hát nem finomkodnak egymáshoz ott a játékosok. Nem is, 3 perc van még hátra ebből a negyedből, és nem született még gól. Tehát még mindig 2-1 az Egernek, és most sikerül kiegyenlítenie Pellei Franknak. Kicsit hamar szóltam el ezt, hogy nem született gól. Na de se baj, 2-2 az állás. Sort cserél a Szentes, meg szinte az egriek is majdnem mindenkit cserélnek. Kell természetesen azért a friss. Most érkezett meg még csak hozzá Kátai Benedek. Sántovi is végre itt van a vízben. Török Kovácsnak. Fogert nagyon fogják bent. És ki is küldik. És gól! És ott a születésnapos. Na Lütyő, Isten éltessen, végre! Megvan végre. Az a gól 3-2, ismételten az Eger vezet. És hát bő egy perc van még hátra ebből a negyedből. Ez is nagyon gyorsan eltelik igazából. Érkezik Murisics és Telegdi a vízbe. Illetve, ha jól láttam, akkor Szőke is beugrott egy egyenest, és ment a sárga lap a Szentes. Bárki bármit mond, török. Kovács úszik szélen, mivel nincsen rajta senki. Ott a helyzet, és Kovács Gábor megszerzi a második gólját a mérkőzésen. Az Egernek pedig a negyediket 4-2-re vezet a hazai csapat. Még több mint 4,5 perc hátra van. És komolyan, hogyha tényleg valaki ránézne a Matrix táblára, és nem mutatna, hogy hagyadik negyed. Szerintem 10-ből 9 ember azt mondja, hogy az első negyedben járunk. Biztos. 4-2-es
kiváló első negyedes eredmény. Egyébként friss játékosok, jönnek a gólok, van kiállítás, van ötös. Nem. És Mátyókot fogják kiküldeni. Egy lövés próbálkozás nem sikerült, de a hazaiak jöhetnek 20 másodperccel. És jön a kettes figura, Kovács kiabált. 4-2-nél 3,5 perccel a mérkőzés vége előtt, Lőrinc. Na nézzük, ki lesz az, aki ellövi. Kovács kapja meg, hát ő mondta, hogy kettes figura, de nem lövi el. Még mindig Lőrinc, nagyon nincs lövő helyzet. 5 másodperc. Most már lassan lőni kell, tényleg Lőrinc fogja ellőni, nem. Kirakja a szélre, Telegdi, kapufa. És megvan! Sári Andris! Jaj, de jó! Ahogyan mondtad, megérkezett a Sári egy kiállítás, a szokás szerint, a menetrend szerint, bejön a medencébe, kiállítják, de most gólt is lőtt. Az a Sári Andris, aki egyébként ugye kettős igazolással medencébe szokott ugrani az Eszterházi SC férfi vízilabda csapatában, és az OB1-ben, és ott is egy nagyon, nagyon jó teljesítményt szokott nyújtani. Nyilván itt még kevesebb lehetőséget kap azért az OB1-ben, de 3 perccel a vég előtt az 5-2-es vezetést, tudva azt, hogy eddig mennyi gól született. Rangadóról beszélünk, mert nem véletlenül volt 7-7 az első őszi mérkőzésen. Ez egy nagyon jó harcoló Szentes, nagyon jó meccseket játszunk vele. Ezen a meccsen kijött az, hogy most 3 góllal eddig jobb volt az Eger. Most már csak 2-vel. Most már csak 2-vel. Hiszen Somogyi Balázs talált be az egriek kapujába, 5-3 a mérkőzés állása. Még egy támadásra van idő, illetve meglátjuk, hogy majd még mi lesz. Egy támadás is hozhat igazán nagy...